Matt Gates republikánus képviselő csütörtökön állásfoglalást terjesztett be a képviselőházban, amelyben felszólítja a Biden kormányt, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott katonai és pénzügyi támogatásokat, és egyben sürgeti az érintetteket, hogy a közel egy éve tartó háború után kössenek béke megállapodást. Az állásfoglalás, melyet Gates 10 támogatójával együtt nyújtott be, megjegyzi, hogy mióta Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát, az Egyesült Államok az ukrán háborús erőfeszítések leg a legfőbb támogatója, több mint 110 milliárd dollár pénzügyi, katonai és humanitárius segít nyújtott szövetségesének. Januárban az Egyesült Államok további segítségnyújtást jelentett be, beleérte a Biden elnök által jóváhagyott 31 Abrams M1 harckocsi küldését.